A járványügyi helyzet miatt kialakult zárvatartást követően több hónap után a Szolnoki Galéria ismét megnyitotta kapuit az érdeklődők előtt. A Damjanich János Múzeum művészettörténeti osztályának munkatársai a karantén ideje alatt állították össze a modernista törekvések az 1960-as, 70-es évek magyar festészetében című tárlat anyagát. A múzeum raktárából válogatott kiállítás a korszak festészetének, ma már szimbolikusnak számító magyar művészek festményeit mutatja be. A Berki Viola, Elkozovszki, Domanovszki Endre, ugye, aki kétszeres Kossuth Díjas festőművésze volt ennek az országnak, a Medvecki Jenő, Óvári László, Acéli Nonna, akkor Pap Gábor, Szentgyörgyi József, Buhály, Póka Ferenc, Mácsa István, Sugár Gyula, tehát mind olyan nevek, akik az adott korszaknak meghatározó művészei voltak, és a magyar modern művészetnek egy nagyon hiteles alkotásait, produktumait és életműveit hozták létre. A kiállított művek a múzeum 20. századi gyűjteményéből lettek válogatva, amelyet a nem Szolnokon alkotó festők munkáiból hoztak létre az elmúlt évtizedek alatt. Számos képet a múzeumba kerülése óta korábban nem láthatott még a nagy közönség. Régen érlelődik már egyébként ez a gondolat, hogy abból a gyűjteménynek abból a részéből összeállítsunk egy kiállítást, ami nagyon ritkán látható. Tulajdonképpen ez az anyag egybe még soha nem szerepelt a nagy közönség előtt. Ugye nem is szolnoki művészeknek az anyagáról van szó, hanem a szolnoki a művésztelepen kívül, hogy a magyar művészetben alkotó festőknek a gyűjteményéről. A kiállított alkotások az 1960-as, 70-es évek magyar festészetének modern törekvéseit jelenítik meg, az új klasszicizmustól kezdődően az absztrakcióig bezárólag. A tárlat anyagának témáit az ember és világa határozza meg. Ebben a két évtizedben ugyanis ez foglalkoztatta leginkább a művészeket. A festmények erősek és reprezentatívan mutatják be a korabeli modern képzőművészet irányzatait, fogalmazott Csiszár Róbert. A művek az előző évtizedek stílusainak forma és színvilágától különbözően a modern irányzatok forma és színvilága szerint dolgozzák fel és ábrázolják az embert és világát. A különleges kiállítás megtekinthető 2020. augusztus 23-áig, hétfő kivételével naponta 9 és 17 óra között a Szolnoki Galériában.